is nehéz mérkőzés, de talán nem csak az eredmény mondhatja azt, hogy viszonylag sima győzelem volt a csapatnak, hiszen a mérkőzés képes azt mutatta, hogy inkább az történt, amit a te rutinosabb vagy olykor a fiatalabb játékosait szerettek volna. Milyen volt a kis padról megélni ezt a mérkőzést? Én is így láttam, hogy egy nagyon kemény, küzdelmes mérkőzést sikerült végül ugye idézőjelben maga biztosan hoznunk. Tényleg voltak komoly lehetőségeink ahhoz, hogy ugye gólokat szerezzünk. Nagyon örülünk, hogy sikerült. Idegenben nagyjából így kell futballozni egy olyan mérkőzésen, ami előzetesen akár nehéznek, akár döcögősnek ígérkezik. Tehát ez a fegyelmezett, picit visszafogottabb kezdés, és akkor szépen lassan növelni a tempót? Minden mérkőzés más. Úgyhogy mindenre próbálunk felkészülni, és minden felfogásban vagy harcmodorban eredményesnek lenni. Úgyhogy a mai nap egy ilyen küzdelmes, hajtós mérkőzés volt, és hál' Istennek ebbe is álltuk a sarat. Nehéz egy héten van túl a csapat, hiszen ugye gyakorlatilag itt egymás után jöttek a mérkőzések, úgyhogy az elmúlt három összecsapást, illetve ezt a hetet kellene értékelned, akkor mit mondanád? Nem vagyok elégedetlen idézőjelben, de nem tényleg nem az eredmény szempontjából, hanem abból a szempontból, hogy a héten a harmadik mérkőzésen is ilyen teljesítményt tudtunk leadni, vagy letenni a pályára, azt gondolom, hogy akkor az mutat valamit, úgyhogy ebből ennek is nagyon örülünk. Az első fél idő után nem tűnt úgy, hogy ekkora különbség lenne a két csapat között, meg is voltak a lehetőségeink, nem sikerült egyet sem berúgni. Ilyen a futball, úgy gondolom, hogy a mai mérkőzésen nem volt ekkora különbség a két csapat között. A Vasas okosan célfutballt játszott, mi mentünk előre, pontrugásokból, két pontrugásból kaptunk sajnos gólt, ami elkerülhető lett volna. 1-0-nál, vagy pontosítok, 0-1-nél volt egy óriási lehetőségünk, ami sajnos kimaradt. Hogyan tovább? Hogyan készültök az elkövetkező napokban? Válogatott szünet van, ami egy kicsit jó is a csapatnak. Dolgozni kell fizikálisan is, és mentálisan is fejleszteni kell a csapatot, hogy jobban jöjjünk az ilyen mérkőzésekből. Mi azonban feltétlenül javulnunk kell szerinted? Sok minden van, de sok olyan dolog van, amiben előrelépett a csapat. Mondom, aki látta a mérkőzést, a mait, nem volt ekkora különbség a két csapat között. Igaz, az eredményben különbség volt. Nüanszokon múlik a futball, abban viszont a gyengébbek voltunk, tehát sok mindenbe kell fejlődni, de optimista vagyok, hogy képesek leszünk felrázni ezt a csapatot.